A Péter Vásárai iskolások műsorával nyílt meg a Hazámat szolgálom, a Védelmi Igazgatás régen és most című kiállítás. Az első önkéntes tűzoltóságok eszközeitől a polgári védelem modern relikviáin át, a tűz és katasztrófa megelőző tevékenységről szóló emlékekig sokféle régi és új tárgy mutatja be a Védelmi Igazgatás történetét Péter Vásárán. A Művelődési Házban látható tárlat létrejöttét dr. Nagy Tibor járási hivatal vezető kezdeményezte, a tárgyakat pedig az EGRI Katasztrófa Védelmi Kirendeltség, a Heves megyei Tűzoltószövetség és más helyi szervezetek gyűjtötték és rendezték össze. Elsősorban a fiatalokat szeretnénk megszólítani a kiállítással, hogy lássák, hogy a védelem, a védelmi igazgatás, illetve az országban működő olyan szervezetek, amelyek védelemmel foglalkoznak, azok hogyan, milyen hangsúllyal vannak összeköttetésben, milyen feladatrendszerük van a múltban, a jelenben és egy kis kiutalással a jövőben is. A kiállítás anyagában fellelhetőek régi tűzoltó védőruhák, védőeszközök, felszerelések, óvóhelyek makettjei, valamint a homokzsákok építésének folyamatrendszerei is láthatók. Képeken keresztül a helyi önkéntes tűzoltók munkájába is bepillantást nyerhetnek az odalátogatók. A kiállítás március 7-éig látogatható.